Budapesten nagyon nehéz próbatermet találni, olyat, ami jó, ugyanis nyilván az elsődleges szempont az az, hogy olcsó legyen. Iszonyatosan drágák a bérleti díjak, ezért általában több zenekar áll össze, és így keresünk próbatermet. A másik szempont, ami nagyon fontos, hogy ne legyen párás, ezzel mi már rengetegszer szívtunk. Hát igen, például az előző próbatermünk az ilyen szivatás volt. Az volt a legnagyobb probléma, hogy iszonyatosan párás volt a terem. Tehát lényegében egy hét után, ha lehagyta az ember a gitárját, akkor a húrok rozsdásak lettek, teljesen megrohadt minden. Ez nyilván nem tesz jót sem az erősítőknek, sem a hangszereknek, és egyébként úgy... hogy nyilván a közérzetnek sem, tehát hogy egy ilyen nyírkos párás pince helyiségben próbál az ember. A harmadik pedig, hogy ne legyen túlságosan kieső helyen, ami szintén elég nehéz összehozni, hiszen ugye belvárosban mindenhol lakott terület van, a lakók mindig beszólnak, velünk már előfordult, hogy a Nagymező utcában egy pincébe félig megépítettünk egy próbatermet, majd a lakó közösség szépen megvétózta ezt, és takarodhattunk kifele. Egy próbaterem nem árt, hogyha valamilyen szinten csillapított, tehát hogy nem zeng, nem nagy egyenes falak vannak benne, amik visszaverik a hangot. Igen, a csillapítás az nagyon fontos, mint az már elhangzott. Ugye a legalapabb, itt is a mi termünkben is, a legalapabb szimplán annyi, hogy a falakat bevontuk ezzel a posztóval. Gyakorlatilag egy vagy két rétegben van, néhol kettő, néhol egy réteg, de ezt ugye lehet fokozni, mint tojástartókkal mondjuk a célszerű a posztó mögé tenni szerintem, de ilyen a hungarocell, az üveggyapot, vagy bármilyen olyan anyag, ami elnyeli a hangot, és minden inkább csillapítja. Itt, ahogy látható a plafonon is, mondjuk ez már talán túlságosan lelóg, de amúgy nem szabad teljesen feszesen rátenni, jó, az is segít a hang csillapításában, hogy egy kicsit szellősen van odailleszve. Ugye a kettő közötti légtérben még az is csillapít a hangerősségen, meg az élességen. Az sem mindegy, hogy például mekkora biztosítékok vannak az áramforrásokhoz, ezzel is volt már rengeteg problémánk. Ugyanis, hogyha bepakolunk három erősítőt, ami X 100 wattos, meg még egy hangcuccot, amivel éneklünk, és a többi, akkor elég könnyedén elérhetjük azt az amper mennyiséget, ahol már szépen olvad a biztosíték. Úgyhogy például ez is nagyon fontos szempont.